Önök a heti szakaszt Gayer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Helyettes államtitkár úr, püspök úr, képviselő úr, elnök urak, főrabbi úr, rabbi urak, tisztelt hölgyeim és uraim! A haszidizmus nagy tanítómestere Bálsém Tóvegyízben sorra végigjárta a Kárpátok tövében lévő településeket, és meglátogatta az ottani zsidó közösségeket. Egy kis településre érve a közösség, ahol a közösség híres volt arról, hogy a zsinagógája mindig tele van imádkozó hívekkel, kíváncsian indult el a zsinagógához. Nagy volt az öröm, amikor megérkezett, és rögtön a bejárathoz vezették. De belépni nem tudott, mert az imák a földön hevertek. Ide nem lehet belépni, mert tele van imával, mondta. Igen, válaszolták a hívek, mi minden nap, reggel és este összegyűlünk és imádkozunk. Látjátok, válaszolt a rebbe. Nem elég, hogy a szátok elmondja a szent szavakat, azt a szíveknek is komolyan kell gondolnia. A szavak nem jutnak el a mindenhatóhoz, itt fekszenek a korban, és ti rájuk léptek, ők pedig jajonganak. Egy kisfiú, aki nem hallotta ezt a beszélgetést, odalépett, megfogta a rebbe kezét, hogy bevezesse, és az imák széthúzódtak a lábuk elől. Ezt látva Bálsém Tó megkérdezte, tudsz imádkozni? A kisfiú ekkor letakarta a szemeit, és elkezdte mondani a Smá Iszróelt. Erre az imák megmozdultak, és mind felszálltak a mindenhatóhoz. Ha itt körülnézünk, akkor azt láthatjuk, hogy a debreceni zsidó közösség imái soha nem hevertek a korban. Volt ugyan időszak, amikor az imákat nem csak egyszerűen porba rántani, hanem megsemmisíteni akarták, de a mi városunk zsidósága szerint mást rendelt az Isten az itt Debrecenben elmondott imáknak. Az imák itt vannak közöttünk, ez a város tiszteli az imákat, és azok részei mindennapjainknak, legyen szó zsidókról, reformátusokról, katolikusokról, vagy más vallásokról. És hogy miért hangzanak másként nálunk az imák? Mert valamennyi debreceni vallási közösség hisz a jövőjében, és éppen ezért át akarja adni imáit az eljövendő generációknak. Az itt élő zsidó közösség a legszebb példája annak, hogy az ország egyik legtöbbet szenvedett közössége, amely egyben a legnagyobb vidéki zsidó közösségként ma 1000, egykor 12 000 tagot számlált, hogyan tudja megőrizni hitét, identitását, városához való kötődését, szeretetét és jövőbe vetett hitét mind annak ellenére, ami 70 évvel ezelőtt a holokauszt borzalmai során történt. A debreceni zsidó hitközség Horovitz Tamás elnök úr irányítása mellett az elmúlt években végzett munkájával példát mutat a hazai zsidóságnak, és egyben példát mutat az országnak. Páratlan és tiszteletre méltó, értékmentő és értékteremtő munkájuknak köszönhetően régi pompájában láthatjuk a debreceni zsidó negyedet. Megújultak a szakrális terek, a közösség a várossal összefogva létrehozza a rövidesen átadásra kerülő holokauszt emlékhelyet, de az értékek megmentése mellett a hitközség tagjainak lelki, szellemi erősödése is az eredmények közé sorolható. Hiszen az itt tanuló több száz izraeli diákot befogadva igazi erős, vallási élet jellemzi a debreceni zsidó közösséget. És ezek mellett azt is elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek fejlesztéseit úgy sikerült megvalósítani, hogy az teljes egyetértés, béke, kölcsönös bizalom és támogatás jellemezte. Nem csak a hitközségen belül,
hanem Debrecen teljes közösségét illetően, hiszen a város egy emberként állt zsidó polgárainak törekvései mellé. És ebben Holovics Tamás elnök úrnak elévülhetetlen érdemei vannak. Ilyen töretlen hittel, elszántsággal és céltudatos, tiszta jövőképpel rendelkező vezetőt kívánok minden közösség élére. Az itt élő zsidó közösség valóban komolyan gondolja az imáit és mindazt, amit a jövője építéséért tenni kíván. A debreceni zsidó közösség jövője városunk jövőjének szerves része, úgy, ahogy bármely városunkban lévő hit és felekezet jövője is. Ez a vallási nyitottság jellemzi Debrecen városát és Debrecen polgárait is, akik bár zárkózott, nyakas civisek hírében állnak, és talán ezt támasztja alá, hogy városunkban a zsidóság más településekhez képest, akár évszázadokkal később csak az 1840-es években telepedhetett le, ma mégis azt mondhatjuk, hogy a letelepedést követően erős szövetség alakult ki a befogadók és a befogadottak között. Ma már nincs jelentősége annak, hogy kinek vágták el a köldökzsinórját a vasahalmán belül. Ma már nincs jelentősége annak ebben a városban, hogy ki milyen vallási közösséghez tartozik, nincs jelentősége a származásnak, a bőrszínnek. Ma Debrecen polgárainak egymáshoz és a városhoz való viszonyát az egyének és a közösségeik értékteremtő munkája határozza meg, és ebben a viszonyrendszerben a debreceni zsidó közösségnek rendkívül erős érdemei vannak. Különleges helyzet a miénk, hiszen számos egyház egymást támogatva, folyamatos párbeszédet folytatva éli mindennapjait a mi városunkban, amely város érseki és püspöki székhelyként, a legnagyobb vidéki zsidó közösség otthonaként az ország egyik legfontosabb vallási központja. Egymás után újulnak meg templomaink, vallási intézményeink. Talán Európában egyedülállónak tekinthető, hogy a város mindkét zsinagógáját sikerült egyidejűleg felújítani, az imaházzal, a Bét Hámidrással együtt, amely felújítás egyet jelent a város zsidó negyedének átfogó újjáépítésével. És bár a háború utáni kommunista rendszer nem tudta, vagy nem akarta meg helyreállítani a Petőfi téri zsinagógát, vagy ahogy többen ismerték, a Deák téri zsinagógát, a város egyik előttünk álló legnagyobb fejlesztése során az új főpályaudvarhoz kapcsolódó Petőfi téri fejlesztés lehetőséget ad arra, hogy emléket állítsunk a debreceni zsidó közösség egykor legszebb zsinagógájának is. Ha a Deák téri nem is, de megmaradtak a zsidó negyed zsinagógái. 1893-ban még csak a közösség terve volt az a zsinagóga, amelyben állunk, amit Berger Jenő építészmérnök vetett papírra, és 1894 tavaszán már el is készült, és egy év múlva már a hitközség tagjai is birtokba vehették. Mindez több mint egy évszázada történt. Az elmúlt közel 120 évben a zsinagóga számtalan eseményt látott. Olyat, amiben a közösség öreme, és olyat is, amelyben fájdalma egyaránt benne van. Amikor építették, senki sem gondolta, hogy 120 évvel később a szent szolgálat mellett más feladata is lesz. Mementóként állni. Mementóként a város több mint 12.000 zsidó polgáráért, egy virágzó városi zsidó közösségért, és mementóként a holokauszt közel 6.000 debreceni zsidó áldozatáért. A város pótolhatatlan veszteség érte akkor, amikor nem volt bennünk elég erő és józanság ahhoz, hogy megállt parancsoljunk az embertelenség, fajgyűlölő, fasiszta eszmének. Hiányzik a városból ez a több mint 10.000 ember, aki áldozatul esett, vagy már soha nem tért vissza Debrecenbe, esetleg hite megrendülvén elhagyta a várost. De az eltelt 120 évnek és a mi mai együttműködésünknek több üzenete is van az emlékezésen túl. Az üzenet pedig így szól. Egy közösséget a legnagyobb tragédiák után is meg lehet tartani,
és újra erőssé lehet tenni. Hiszen ezt mutatja a debreceni példa. Templomaink üres padjai csak még jobban eltemetik a közösségeinket, és láthatjuk Magyarországon számtalan településen van elárult és romos zsinagóga. És akkor nézzünk szét ebben a zsinagógában. Nézzünk szét a debreceni zsidó negyedben, és hajtsunk fejet a debreceni zsidó közösség élni akarása, céltudatossága és jövőképe előtt. Hiszen tudjuk, hogy az, amit itt látunk, nem csak a falakról és a felújított épületekről szól, hanem egy erős közösség szellemi, lelki fejlődéséről. Arról, hogy a debreceni zsidó negyed felújítása lehetőséget teremtsen a magyar zsidóság egyik meghatározó szellemi, kulturális és oktatási központjának a létrehozására. Ez pedig olyan jövőkép, amely része városunk jövőről alkotott víziójának, amely bírja a város teljes közösségének támogatását, mert erre kötelez bennünket a város szellemisége és Debrecen fejlődésébe vetett hitünk. Amit ma teszünk városunkért, közösségeinkért, annak következményei évtizedekkel, sőt évszázadokkal később is érezhetőek lehetnek. Hiszen, hogy a debreceni zsidóság a ma történéseinek köszönhetően lélekben és létszámban is gyarapodó közösség. Szolgálja ez a zsinagóga a fejlődő debreceni és magyar zsidóság ügyét úgy, hogy minden zsidó honfitársunk érezhesse, itt érdemes élni, dolgozni, alkotni, és soha senki félelmet, indulatot, gyűlöletet ne tudjon szítani közöttünk. Köszönöm meg tiszteletet!